Természetes fény címmel nyílt fotóművészeti kiállítás szeptember 5-én a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Móré Mihály kiállító termében. A tárlat a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Programjának berkeiben kerül bemutatásra városunkban azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet természeti értékeinkre és azok védelmére is világunk szépségeinek bemutatásán keresztül. Maga a kiállítás címe az a Natural Light természetes fény fotóművészeti kiállítás. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Programjának keretében belül érkezett ide ez a kiállítás Derecskére, és ugye ma volt a megnyitója, és 11-éig tekinthető meg ez az anyag itt Derecskén. 23 képet tartalmazó kiállítást tekinthetnek meg az ide látogatók, amik fémlemezre kasírozott képeket tartalmaznak. Maga a kiállítási anyag és ugye az itt jelenlévő képek, ezek a természeti értékeket próbálják meg átadni, és a természetre próbálják felhívni a figyelmet és a fontosságot ugye a mai világban. Az éghajlatváltozásra ugye tudjuk, hogy mennyire fontos lett a mai világban a természetünk védelme, és erre próbálja felhívni a figyelmet. Viszont nem agresszívan dolgozza fel ezeket az anyagokat, és nem drámai maga a kiállítás, hanem úgy próbál az érdeklődőkhöz eljutni, hogy figyelemfelkeltően érdeklődően, hogy tényleg meglássák a természeti értékeket, és meglássák ebben azt, hogy mennyire fontos számukra. A kiállítással a művelődési házban mondhatni a programok egy új szezonja vette kezdetét, így számos kiállítás és egyéb program is várja majd városunk lakóit az elkövetkező év során, tudtuk meg. Derecskén, illetve ugye Derecskén a művelődési központban rendszeresek a kiállítások, mindig próbálnak különféle témájú kiállításokat megjeleníteni, úgyhogy az elkövetkezendő időszakban és a közeljövőben is számos kiállítást tekinthetnek majd meg az érdeklődők, hogyha ide látogatnak, illetve még itt erre a kiállításra fókuszálva, ugye a Petőfi Kulturális Program keretén belül több településre el fog jutni ez a kiállítás, úgyhogy szerencsések lesznek a települések, hogy be tudják mutatni ezt az anyagot az ott élő lakosság körében is. Az eseményen résztvevőket Hokné Zálkány Marianna köszöntötte, majd Szabó Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa nyitotta meg a tárlatot. Szeretettel köszöntök mindenkit a Természetes Fény című fotóművészeti kiállításon. Köszöntelek benneteket, gyerekek, köszöntöm a kísérő tanárnénit, és mindenkit, aki csatlakozott a megnyitóhoz. Ezen a kiállításon olyan fotókat fogtok látni, és fotómontázsokat, vagyis több fotóból összeszerkesztett képeket, amik a természetről, illetve a természet szépségéről, valamint a természetvédelemről szólnak, természetvédelem témájában készültek, kicsit elgondolkodtató módon. Szeretném felkérni Szabó Erikát, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársát, hogy nyissa meg a kiállítást. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszöntelek titeket, gyerekek, és egy szöveget szeretnék nektek felolvasni a kiállításról. Minél világosabban tudjuk összpontosítani figyelmünket a világegyetem rólunk szóló csodáira és valóságaira, annál kevésbé lesz ízlésünk a pusztításra. A művészet értelmét megmagyarázni lehetetlen, de fontos megérteni erejét és élni az ebből az erőből fakadó lehetőségekkel. A kortárs művészet nem csak visszatükrözi, vagy az alkotók szubjektív látásmódján keresztül dokumentálja a minket körülvevő társadalmi, vagy éppen természeti valóságot, hanem különlegesen hatásos, az egyik leghatékonyabb eszköz az olyan helyzetek, kérdések és jelenségek vizualizálására, felerősítésére, vagy akár dramatizálására, amelyek döntő hatással lehetnek életünkre ma és a jövőben. A művészet sajátos eszközrendszere és működési mechanizmusa segít abban, hogy élővé, relevánssá, kézzelfoghatóvá tegyük, hogy érthető, sőt látható narratívával támasszuk alá az egyébként bonyolultnak, elvontnak és távolinak tűnő folyamatokat, problémákat vagy akár veszélyeket. A természetes fény olyan program, amely a fotóművészet erejét és eszközrendszerét hívja segítségül az éghajlatváltozás, a környezeti válság, a természetrombolás sokak számára távoli, elvont, ezért szinte fiktívnek tűnő jelenségeire és azok negatív hatásaira irányuló figyelem felkeltéséhez.
A fotóművészeti kiállítás kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy involválja azokat, akik kívülállónak hiszik magukat, hogy a szemlélőhöz közel hozza a helyzet kritikusságát és a viszonyulás, a szerepvállalás szükségességét. Teszi ezt ráadásul nem a sokakat a témától elfordító, gyakran agresszív aktivista fellépéssel, hanem finom és érzékeny megközelítéssel és vizuális hatásokkal. A kiállítás üzenetének drámaisága nem a nyomasztó vagy ijesztő látványra épül, a képsorozatok esztétikája és érzékenysége nem az elrettentést, hanem sokkal inkább a közönség bevonását, figyelmének megragadását, a szemlélő komfortzónájába való belépés lehetőségét szolgálja. Természetes környezetünk védelme, döntéseinkkor a fenntarthatóság fókuszba helyezése, az élőhelyek tiszteletben tartása és védelme, a környezethez való tudatos viszonyulás most és az elkövetkezendő évtizedben az emberiség prioritásai közé kell tartozzon. De miközben a mindennapokban egyre többet hallunk, olvasunk és beszélünk róla, ritkán gondoljuk és érezzük át igazán a természettel való kapcsolatunk jelentőségét, kölcsönös függőségünket, a klímaváltozás és természeti katasztrófa előidézésében vagy éppen megelőzésében játszott kulcsfontosságú szerepünket. Miközben mindez jobbára a tudomány szintjén és gyakran a politika nyelvén jut el a leginkább érintettekhez, a természetes fény kiemelt törekvése, hogy hozzájáruljon a környezetpusztítás és védelem releváns társadalmi és kulturális jelenségként való bemutatásához és megértéséhez, amelyhez meggyőződésünk szerint alig ha rendelhető a művészetnél alkalmasabb eszköz, a fotónál hatékonyabb üzenetközvetítő. A természetes fénykiállítás magyar fotóművészek egymástól függetlenül megalkotott, de egymáshoz mégis jól kapcsolódó, egymás hatását erősítő képeire és fotósorozataira épül, a válogatásban szereplő kiemelkedő művészek nem felkérésre, hanem saját meggyőződésből döntöttek annak művészi eszközökkel történő feldolgozása és bemutatása mellett, hogy az emberi beavatkozás milyen hatással van a környezetre, és mit veszíthetünk azzal, ha továbbra is megtagadjuk a figyelmet. Nem csak az üzenet, hanem a kiállított műalkotások puszta szépsége és harmónia is segít érzékeltetni és megérteni, hogy az emberiség elválaszthatatlanul a természethez tartozik, az ember és a természet nem tekinthetők különálló identitásnak, nincs emberi élet egészséges természeti környezet nélkül, a természet védelme valójában saját életünk védelmét jelenti. A természetes fénykiállítás létrehozásába tehát olyan művészek egy csoportját vontuk be, akik képesek arra, hogy a maguk szubjektív, érzékeny, de látványos és meggyőző történeteivel meséljenek nekünk környezetünkről, felelősségünkről és szerepvállalásunk fontosságáról. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a természetes fény utazó kiállításként áll a magyarországi közönség rendelkezésére. A különös jelentőségű téma érzékeny feldolgozása mellett a kiállítási anyag egyúttal lehetőséget biztosít a kortárs képzőművészet és fotográfia friss alkotói trendjeinek megismertetésére is, új perspektívákat mutat be a művészet és a környezet találkozásának különböző formái tekintetében, miközben lehetőséget teremt a helyi közösségeknek arra, hogy részt vegyenek a felvetett témára irányuló diskurzusban, épp úgy, mint a művészet új formáira vonatkozó kulturális párbeszédben. A természetes fény szervezője Magyarország vezető, többek között számos hazai és külföldi fotóművészeti program kezdeményezőjeként és lebonyolítójaként ismerté vált művészeti ügynöksége az Edge Communications. A kiállítási program a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Köszönjük szépen, és most átadom nektek a kiállítást. Nyugodtan lehet nézelődni, beszélgetni a képekről, és amennyiben még maradt pogácsa és üdítő, fogyaszthattok továbbra is, és kellemes nézelődést mindenkinek. Köszönjük szépen!